A felkészülési időszakban nem csak a férfi, hanem a női futballcsapatok számára is rendeznek tornákat a megyében. Máté Szalkán harmadik alkalommal mérhették össze tudásukat a tavaszi bajnoki folytatásra készülő együttesek. Ezúttal 10 gárda fogadta el a szervezők meghívását, a megyebeli csapatok mellett Kecskemétről, Mezőberényből és Sárospatakról érkező vendégek is pályára léptek a városi sportcsarnokban. Egy hatalmas színvonalon, nagyon jó rendezvényen vagyunk túl ismét. A jövőben mindenképpen az a célunk, hogy Máté Szalka a női futball szakágát még jobban kiszélesítsük, ezért is szervezzük ezeket a tornákat. A következő tornánk február 12-én vasárnap lesz, szintén 10 csapattal, egy U15-ös teremlabdarúgó torna, ahol Szolnokról, Cigándról és a megyéből érkeznek majd csapatok. Úgy gondolom, hogy Magyarországon egyre népszerűbb a női futball, ezt mutatja az is, hogy válogatott labdarúgók tömkelege külföldön futballozik, tehát ez a szakág is egyre jobban teret kap szerte a világon, és Magyarországon is egyre jobban fejlődik. A Máté Szalkai MTK elnöke szerint is fontos, hogy a kisebb egyesületekben is egyre több hölgy rúgja a labdát. Látható az, hogy amit a MLS női szakágvonalon eltervezett a magyar labdarúgásban, az most már a vidéki centrumokban is egyre inkább kiteljesedik. Ennek egyik állomása volt ez, de természetesen a női csapatunk már ezt megelőzően két labdarúgó tornán vett részt, téli teremtornán, és a felkészülésük januárban elkezdődik, a márciusi versenyidőszakra gondolom teljes mértékben tudnak majd olyan felkészültségi színre kerülni, hogy a bajnokságban a dobogós helyezés bármi A tornát a Szatmáni Metiek helyére beugró Várda Eseny nyerte veretlenül. Szabó István együttese a döntőben 3-1-re verte a Sárospatak csapatát. Kicsit félve készültem a tornára, mert megmondom őszintén, korban a lányok, ők nagyon fiatalok még ehhez a, tehát így mondom, ehhez a felnőtt futballhoz. A nagyobb többség az U18-as és U15-ös játékosok közül került ki, úgyhogy így végképp öröm számunkra az, hogy meg tudtuk nyerni a tornát. Nagyon összetartó csapat vagyunk, mindenki tud egyik a másikért harcolni, és hogyha valaki egy picikét mélypontra került egy mérkőzésen, és a többiek ki tudták segíteni. Ez így volt az utolsó meccsen is, nagyon jól fel tudtunk pörögni, és szerintem ez okozta azt, hogy végül is egy sokkal jobb képességű csapatot, egy futsalos Sárospataki csapatot le tudtunk győzni 3-1-re. A harmadik helyen a Mezőberény, a negyediken pedig az Ófehértó végzett. A rendező Máté Szalkai MTK a 8. helyen zárta a tornát. Nagyon sokat gyakoroltunk, és tényleg mindenki oda tette magát, de hát most csak ennyi, tehát majd legközelebb. A tornán külön díjakat is kiosztottak a szervezők. A gólkirályi címet a Sárospataki Takács Brigitta szerezte meg, a legjobb kapusnak a Kisvárdai Veres Juliannát, a legjobb játékosnak a Mezőberényi Szabó Tündét, a legjobb hazai játékosnak pedig Molnár Kirát választották meg a szakemberek.